Megjelent Hüse Lajos és Molnár Erzsébet fiatal felnőttek iskolai és társadalmi inklúziójának támogatása című tanulmánykötete. A könyvet az Evangélikus Roma Szakkollégium tanévnyitó ünnepségén mutatták be. A tudássorozat legfrissebb tanulmánya uniós támogatással jelenhetett meg. Ennek a kötetnek tulajdonképpen az a jelentősége, hogy nem pusztán arról beszél, hogy hogyan kell a befogadást megvalósítani, milyen technikákkal, hanem egyfajta kézikönyvet is kínál a fiatalokkal dolgozó szakemberek számára, felkészítve őket különböző helyzetekre, úgy a konfliktusokra, mint a tehetséggondozásnak a különböző buktatóira. A kiadvány az Evangélikus Roma Szakkollégium pedagógiai programjának részét képezi. A hasonló tanulmányok mellett számos módon segítik a fiatalok továbbtanulását, hiszen az intézmény vállalt hivatása, hogy hozzájáruljon a roma, illetve hátrányos helyzetű hallgatók diplomaszerzéséhez. Többek között a fiatalok nyelvvizsgához jutását is segítik. Ingyen biztosítjuk a pályázat révén, FOP-os pályázat révén az angol, illetve a német nyelvoktatást. Célunk az, hogy mire a diplomaszerzésre eljutnak, tehát a negyedik év, vagy éppen a harmadik év, attól függően, hogy mennyi idős a képzésük, rendelkezzenek nyelvvizsgával. Tehát ez a legfontosabb elemünk. A programok sikeresek, mondta el az igazgató. A szakkollégium több hallgatója PhD és mesterképzésen fejezi be tanulmányait, tette hozzá.